Na, hello, hello, sziasztok! Sikerült megküzdenem megint az OBS-szel, egy picit az indításnál voltak gondok, meg szokás szerint a shot menübe be kellett állítani ezeket a általános beállításokat, amiket már nem tudom hány season óta nem sikerül javítani, hogy mindig vissza kell állítanom. Ma Zolival és Tazzel játszom. Sziasztok, srácok! Jajó! Igen. Kitaláltuk, hogy milyen jó lesz megcsinálni majd a Larinának az új adventure-ét, és neki is feszültünk, csak hát nem igazán indult el, vagy nem tudom, hogyha valaki csinálta már, akkor esetleg beírhatja a chatbe, hogy hogyan lehet ezt a csodát elindítani, mert nekünk nem sikerült. Nagyjából ez volt a terv eddig. Ha ez nem jön össze, akkor pedig... Megpróbálunk egy kicsit reaperkedni, reaper flag nélkül. Most ugye egész jól működött az elmúlt két streamben. Azt talált most szervert, úgyhogy ez az ő hajója. Látom, már is kezdte felpimpelni. Na, az már fel is volt. Ez a Gear of Wars-os vitorla van rajta, vagy ez melyik? Ja. Ezt így tartom a garázsba. Ugye ez így jön a garázsban. Igen, a rothadt teknő. Jó kis hajó ez. Nézzük, milyen csecsebecsei vannak. A családi gyerekjék fönn a polcon. Srácok, közben nem sikerült akkor megfejteni mi Larina rejtélyét. Hát, hogy őszinte legyek, én nem is foglalkoztam, mert eljöttem szuplizni duzzogásomba. Akkor viszont én veszek a... Persze, hogyha nem fulladok meg addig, veszek a kisasszonynál szaftot. De jó nézze ki. Sandra, ma sokkal szebben tündökölsz, mint eddig. Na, Sandra Saplia. Ezeknek a mocskos disznó kalózoknak mindig csak a Sapli kell, igaz? Na, nálunk haveri társaságú volt egy olyan... Hát mondhatni szállóige, hogy mindig csak az a kurva ital. Hát ez most és ez. Nem. Hát, de most ezt itt lehet, most ebben a szituációban nem, mert itt lehet azt mondani, hogy mindig csak az a kurva szuplik. Szerinted a csapat leépítő mi volt az, ami először előkerült a táskából? Ma, hát mondtam volna, hogy a péniszed, de miután mondtad, hogy a táskádból így... Szerintem valami olyan, amit már az öregek isznak, mondjuk ilyen tea, vagy... Vagy valaki másnak a pénisze. Igen, vagy valaki másnak a pénisze. Na, én bevásároltam. Dóri közben szétveri a konyhát a hátam mögött, semmi baj. Mindenki jól van. Nem haladszik be, pedig... Pedig elég erőteljesen veri széjjel, mi? Igen, igen. Hát pedig a mikrofonnak így van egy ilyen, elég jól gyűjti a hangot. És nincs rajta szűrő, úgyhogy csodálkozom is, hogy nem hallottátok. De amikor téged fog ütni. Azt már hallani fogjuk, a halálsikolyokat. Ja, amikor ilyen párszanyelven ereszti rám a sütikét így hátulról. Igen. Igen. Azt az aljas kis sánta kígyót. Na jó, igen, nem igen. Sütike édes. Egyébként sütikéről majd külön izét fogok vezetni. Nem, neked nem fészkamod lesz, hanem sütikamod. Igen. Igen, sütikeiről külön blog lesz, meg videoblog, meg minden, csak még nem tartok ott. Sütike nagyon kemény egyébként, majd meglátjátok. Egy Maine Coon, és elég nagyra nőtt, és nagyon cukkerpofa.
És minden, ami rossz macska tulajdonság lehet egy macskában, na az benne kristályosodik ki. Na nézzük, van-e ötös Reaper. Nincs. Ezen üdvözlöm a kettő fő nézőmet. Sziasztok! Tényleg, srácok, meg tudja valaki nézni, hogy működik a Twitch drop az oldalamon, vagy akik néznek, be tudják írni, mert hogy én a Twitch-en úgy látom, mintha nem működne, de múltkor szóltak a srácok, hogy mégis. Én ezt látom valahol, hogy van-e vagy nincs? Hát, hogyha a jobb felső sarokba rákattintasz majd a dropsokra, ott fent a menüdben, a profilodnál, akkor, hogyha nézel, akkor elindul egy ilyen csík fölfelé. Hogy mire kattintok rá? A dropsokra? A profilodra rákattintasz a jobb felső sarokba, és akkor ott van egy, hogy drops. Okay. És hogy a lila csík elindult-e fölfelé a drops alatt? Nekem csak a karomba indult el valami csík. Ez nem jó akkor. Nézd már, Beigli, téged is levetköztetett a... Azt te voltál, Csó? És tök fura, hogy most belőled jönnek a csillagok, és nem belőlem. Nem értem ezt a programot. Nem értem. Tényleg. Lehet ez azt jelenti, hogy most én vagyok a főnök? Most te vagy a boss. Te vagy a boss. Marha érdekes. Biztos nem te vetkőztettél? Még nem volt? Nem tudom. Miért tudom én telepíteni a stream avatárt? Ellopta Joe-nak a streamodat. Fifi, fufi, fofi! Igen, valami nem stimmel. Ezt nem értem. Hi, balra megy egy emisszor is. Sloop. Kapjuk csak el? Viszont a Sloopit még meg kéne venni. Megvette Mancsó. A hordós szuflikat? Igen. Ágyugolyós krét, fás krét. Most már le van szarva. Már kijöttem, basszus. Nem baj, megy az outpost felé a hajó. Édes pedig. Mert mindig a Twitch. Látod? Amikor a stream a játék rovására van. Igen. És mit tudsz csinálni? Ezt most nem veszem föl, Dori. Nem tudom, ki keres. Engem is privát szám hívott van. Nem veszünk föl privát szám. Én se. Tóval váratok magára. Mit engedett neked, Beigli?
Na jó van, hát közben itt bénázunk a... Ment a bénázat. Itt van egy kis hordalék jobbra. De ne az a foglalkozz, itt van a hajó előtt. Igen is. Ajajajaj. Ho, az kell. Oho. Javítok lent. Misszelt. Így bazdmeg leestem a vízbe. Jó, nekem javítanom kell. Nincs kormányosunk. Hát igen, mert beestem a vízbe. Nem, csak aznak mondom. Tudjon róla, hogy kormányosnak is lennie kell, akar kanyarodni. Oké, itt vagyok. Jó, itt a másik kin. Adja el a cuccot. Úszok rá. Lehet fel az egyik ütorlat. El fog szakadni a harpoon. Tudom, de ment a vitorlához. Oké. Okay. Jó, megyek vissza a hajóra. Halt. Megyek át. Már szerintem fel is fogok élni. Perek lánykor, perek! Egy élet. Kurva sok ágyúgolyójuk van. Akkor nem kéne elsülyezteni, mi? Ja. Hagytam, hogy merjen egyet. Jó. Csak akkor ne lőd most. Jövök én is. Vissza. Át kéne hozni őzőt. Storage-ot. Nincs náluk storage? Nem tudom, látom. De az cinkes, mert tele van, ezt ki kéne pakolnom előtte. Jó lesz az, rápakoljuk. Jó. Van náluk, hagyjad, van náluk. Jó. Jó, akkor menjél Zoli, én jövök vissza a hajóra. Jó. A storage-el. Megyek akkor át. Segíts te aznak, mert hogy... Megyek. Levágódjam. Sőt, megyek én is igazából. Nincs náluk lyuk? Nincs, megjavítom. Nem jönnek vissza a srácok. Itt vagyok. Kajából is kurosok vannak. Jó, van több storage. Valaki Joe, mindenki pakoljon. Jó, elkezdett fedni a kaját. Ne! Lapátoljatok! Szedem ki a ágyúgolyók. Ja, a chainek legyenek meg a curse ball. Rindul nem voltak meg curse ball-ból sem. Jó, haza szedem az összeket. Mindketten lapátoljatok, mint az állat. Lapátolunk. Szerintem még a kajára is úgy megy. Jó, csak tartsatok ki. Tartsuk. Körülbelül bokáig érő vízon folyamatosan a hajóban. Jó. Az a baj, egyszer úgy is el fog így is süllyedni. Ugyan, de addig még van egy kis időn. Mindjárt a felénél fogok járni. Opa. Ó, ne! De hogy süllyedt el? Hát gondolom, ez ilyen. Hát ez érdekes volt. Ennyi idő. Bokáig érő víz volt. Akkor van egy time limit is. Ja. Gondolom, igen. Lehet, hogy már indítottak egy új hajót, és akkor rögtön elsüllyed. Aha. Mindegy az, hogy elsüllyedte valójában, vagy sem. Aha.
Na, itt van Hardy is. Szia, Hardy. Haló? Azt nem értem, Beigli, hogy... Igen. Most tényleg feliratkoztál? Ez már, nem, ez csak kiajánlotta. Ez még tudod, a korábbi. Felajánlotta, hogy osszam meg. Mi van? Igen. Nem vagy még itt annyira járatos. De nincsen moderátor jogod. Nem értem. Balra kell fordulni. Fordulok. Működik a matrica. Erre viszont rá kell néznem, mert ez így nagyon gáz. Gyere, gyere, megyek, meg a szedek. Túlfordulsz. Így jó? Jó. Itt vagyok. Nincs. Mondd, ott hagyták a cumójukat. Mára mennyi maradt? Ezért elmehetünk. De persze. De elég a kis csónakot felcsattintani. Hát jó, de azért meg kell állni, mert ez... Fogos. Az a baj, hogy meg is túl fogunk menni. Lecsatoljam. Jó, nem sokszor mondom, akkor... Vagy föl is hátbónozhatjuk. Á, most már nem. Most már mindegy. Csak oldasz. Tessék, itt van benne a fásláda is. Nem tudok beleülni, bazzeg. Nem tudok evezni. És így a rezeg. Aha, jaj, bugos, mint a kapa. Hát akkor ennek egy megoldása van. Szép basszú. Minden belebaszok a vízbe és fölhátpónozhatjuk. Csak vissza kell fordítani hajót. Ja.
Dik, mit tettünk? Beestem a csónak alá, és úgy rezegek. Igen, ez a vibe-os történet. Mi a vibe-ol, mi is kezdődött. Értem, mi a péklapát van. Jó, tehát kvázi átadta a program neked az alapítói jogot. Tehát basszus, nem is értem ezt. Micsoda? Hát te vagy a... Tiéd a... Nem értem, basszus. Akkor retteg ilyen mód. Olyan, mint a... Igen, olyan, mint a te lennél a tulajdonos. Tehát így... De hát ez hogy történhet meg? Vicc az egész. Hát na jó, jó ez a program. Hát annyit fizetett már az én. Ja, igen. Úgy gondoltak, hogy ennyit ír a csatornád, aztán. Igen. A fasz. És leszedlek innen. Nem állottam a pontjaimat tulajdonjogra. Igen. Ő a többlet részvény tulajdonos. Akkor egy haverom vett egy új MacBookot. Valami 1 100 000-ért. És pont ott voltam vele. És kellett még 5 forint. És adtam neki 5 forintot. És mondtam az illetőnek ott, aki ott átadta neki, hogy csinálta a számlát, hogy akkor most itt vannak az adataim, és vegyen fel engem résztulajdonosként számlára. Na nem minden. Annyira erőteljesen mondtam neki, hogy komolyan el is hitte, hogy komolyan gondolom. És nem áll. Kellemetlenül érezte magát, aztán mondom, hogy jó van, Mó, csak viccelek. Isten. Jó, bazeg. Jó. És srácok, most akadni fog a stream egy picit, mert itt nagyon, nagyon kotrok a háttérben. Ennyi. Menjünk körbe. Még egy dolgot megnézek. Engem? Üres. Viszont így se enged beleülni. Nem? Az éhez. Aha. Csak leülni enged. Ez kemény. Nézd, most fel lehet venni ilyen personalizált csónakot? Kemény. Na jól van, szerintem akkor a mai streamben nem lesz avatár, mert valami nagyon-nagyon elcsúszott. Jó van. Ezt nem egyszerűen nem értem. Egyébként tényleg most Twitch drop ügyileg ti láttak valamit, hogy... Nem. Hogy működik-e? Egyre jobb. Hát ott annyi mindent állítasz rajta, hogy most már azt mondta a rendszer, hogy tudod mit? Tudod, kivel szórakozzál? Ja. Yeah. Mit se lehet elindítani az adventure-t? Kell majd egy ilyenkor. Mindenki afkol. Jaja. Nem, én most a dropot nézem. Szia, Tomi. Működik a drop?
Az anyád szemét, Billy. És most már kettő. Kettő. Na jó, srácok, kedves nézőknek mondom, akkor ezt a Twitch dropos dolgot, ezt kezeljétek fenntartásokkal, tehát én elmetek beállítottam gyakorlatilag, meg franc tudja, úgyhogy kérnék majd a chatben egy visszajelzést, hogy működik-e. Már én lehet azért nem látom, mert már megszereztem majd most. Én megszerezted már az összeset? Egyet engedett csak megszereztem, többre van. Hát úgy van, hogy tehát 4 órát nézel, akkor megvan mind a 4-et. Óránként ad be egyet. És ha egy megvan, akkor a kis csúszka ott a profilodon, a droppoknál, az elindul újra fölfelé, az a kék csík, vagy lila csík, amíg újra meg nem szerzed a következőt. Ja, mindjárt itt az asztalon indulnak meg a csíkok. Mi? Fel van szavazva. Ja, akkor neki veselkedünk a szokásos... Hát csinálhatnánk az adventure-t is. Sneaky Reaper. De... Uh-huh. De nincs nem lehet elindítani. Nincs engedély elindítani. Uh-huh. Érdekes egyébként, hogy vajon miért nem. Lehet, hogy kell még valakivel beszélni. Nem lehet, hogy ezt a belt meg kéne keresni? Megkereshetjük, itt van nem messze. A Liar's Backbone vagy hol. Hát az Stitcher Jimmy-nek a... Húhó helyé. Hát de akkor legalább kapni kéne valami szírszart, hogy oda menjél, hülye. Hát ezt tudnod kell. De a csónak is bagos volt, lehet, hogy az egész szervet bagos. Jó lett volna egy kis kalandozás. A lányokkal. Én is lehet. Azt már unom. Na. Boncsír. Egy kis pakolászás. Rend a lelke mindennek. Vagy mi? Itt vagy.
Milyen betüktad az ujjad egy lyukba, azt nem jön ki, vagy mi? Nézzetek már meg, hogy hol vagyok, és mindjárt elfogy a HP-m. Uh-huh. Mármint, hogy... Lőjök oda egy blender bombot? Ne, csak hogy mit olyan mit helyre vagyok leesve, onnan csak halál útján tudok távozni. Uh-huh. Hát figyelj, alád állok és es rám. Na. De mielőtt, mielőtt leérkezel a földre, dob magad a legyen. Menjek. Jaj, azt is lehet. De az is sebez annyira szerintem, hogy meghalsz, nem? Ja, de fel tudsz húzni. Akkor jó. Ah, és felszaladsz alólam. Én egy... benyeláztam a hüvelykújjam és feltüktem a seggedbe. Hát azért nem kell tempelni. Igen. Ezt a technikát még a nagyanyám tanította a gyerekkoromban, hogy ezt így kell csinálni. Hmm. Érdekes gyerekkorod, de hát egy sok. Igen. Ő nem az ujját használta, hanem a felmosó nyelét. Igen, majd az emlékirataimban majd. Majd erről is szó esik. Na jó. Most gyermekkor részleti. Figyelj, kikaptuk a cuccot, mert akkor lepattintam nem, a most flaget. Már 3 Melkant van. 3. Annyira menő a kardot az. Mint egyszer. Ez milyen kőből van? Vörös-vörös márvány? Vagy milyen vérbetét eszem? Kövesített vér. Ó, itt a fof. Hello. Itt van vagy 15 perc. Igen, csak annyira el voltam foglalva ugye ezzel a fokolással. Force stream avatarral itt a háttérben, hogy én nem is voltam itt in-game. Egyébként, mintha látnék egy briget. Briget west irányában, jól látom. Bocs! Nem ez egy sloop. Az no, van egy. Van egy sloopunk westre. Jövök, leszavazni erre, meg szarád. Látod, Zoli, ezért nem szeretek vele játszani, mert mindig csak visszarántasz. Vádom is. De várj, ezeket külön pakoljuk a... Igen. Vagy mást pakoltál? Mást pakoltam. Na jó. Tőlem kérdezte és mást pakoltam. Azért hagytam neki ennyi helyet. Elkészen bocsánat. Uh-huh. Nagyon pro. Senki nem veszi le. Leveszem. Jó, ne pakold már oda fel az úrég álljon, meg hányszor kértek már, mert nem akarok leülni folyamatosan. Inkább hagyd lenne érezd, a földön. Érezd. Nekem ide pakolhatod. Óvatosan, mert én mást is bepakolok. Én már annyiszor leültem itt az, hogy baszd meg. Mert kifejlődött az a skillem, hogy 3-ból csak 2-szer ülök le. Elszik. Az igen, bocs, egy ment a vízbe. Semmi baj. Nehogy elázzan ez az értékes moldurguri kristály. Ez sokat ér. Én nem tudom, a nagyobb streamerek hogy csinálják, bár meg ennyit kell baszakodni ezekkel a szar modulokkal, meg az OBS-szel, hogy komolyan már sírok. Szerintem egyszer megcsinálják jól. De én is megcsináltam már egyszer, de én is már megcsináltam egyszer jól. Csak nem bírod ki, és mindig belepiszkálsz, és ezzel mindig ront az a helyzetem. Csak egy kicsit állítunk rajta. Nem megyem is most, csak egy kicsit belenyúlok. Nézzük meg, hogy úgy igen, milyen picit. Lesz. Igen. Ugyanez volt a mikrofonnal is. Próbál, nem, a mikrofon az a teljesen jó koncepció volt, ez nem volt gond. Szar volt, ezt visszavittem, aztán jó napot kívánok. Nem azért gondoltam, hanem
az, hogy amíg te ezt így eligattad, addig körülbelül ráment egy 8. Ja, igen, de olyan barátaim vannak, azt zárójelben megjegyzem a kedves nézőknek, hogy szia, az figyú, tesztelni kéne a mikrofont, hallasz? És aki így, bazd meg, hall, de direkt nem válaszol, mert köcsög, mert tudja, hogy ezzel tud szopatni. És ezt szerintem, hogy háromszor megjátszottad, de akkor már izért kaptam, már fejjel vertem a falat, hogy miért nincs hang, és akkor állítottam el. Persze, volt. Még fogd rám, igen, fogd rám. Amúgy csak kikapcsoltam a mikrofonomat, és röhögtem a háttérbe, hogy te azt hallasz? Igen, gondoltam, hogy nem hiszem el, nem igaz, ezt már nem bírom, megőrülök, mi lehet a szar? Én meg sikítottam igen. A háttérbe. Igen. Van ott kellett volna pedig, hogy nem na, hallasz. Na, szóval Westfelé volt egy sloop volt egyébként, nem tudom, hogy az megvan-e. Én úgy láttam, hogy szép hosszú flagje volt. Jó, mondjuk lehet, hogy nem renderelte rendesen, de szép hosszú flagje volt. Akkor lett merchkantos. Tehát akkor nem renderelte le. Valószínűleg. Mennyi storage van. Ez Mandefi. Legalább most nem kérdezted meg, hogy honnan van. Nem, én igazából csak egyfelé tudok, kimegyek szuplizni, egyfelé tudok igazán figyelni, és ugye baszakodnom kell a háttérbe bármi hülyeséggel, ó, szegény pára. Mi lehet a története vajon ennek a csontváznak? Volt nála egy babkonzert, de nem bírta kinyitni. Egyébként van valami háttértörténet arról, tehát ezekről a csontvázakról, meg ilyen háttérelemekről így a... Oda mész és elolvasom. A játékban. De nem, mert ezen szerintem nincsen F. Megállunk. Nem láttam. Ankorra. Én beszorultam. Most tényleg beszorultam ide? Ezt nem hiszem el. Jaj, Istenem. Imádom ezt a játékot, bazd meg. Nézd meg. Na, csináljuk. Hát... Szia, Zsó. Jó. Sose tudjuk meg, mi volt ennek a csontváznak a története. Kicsit sápat vagy, Feri. Csak a melló, mi? Na, közben üdvözlöm a három nézőt. Nyugodtan írjatok a chatbe, ha nem vagytok botok. bármilyen hülye kérdésre nagyon szívesen válaszolok hülye kérdéssel, vagy válaszol. Na, mi van a belügyileg? Nincs itt. Meg kell kínozni, vagy? Mutat némi egy együttműködést. Na, Continue Adventure. Lent van az éjjében. Csörnek a lejjerébe. Csak rányomsz és nem történik semmi. Ne. Ó, igen. Ez egy elég jó kis hordó volt, azt kell, hogy mondjam. Van? Le van a sziget alatt? Vagy mi? Barlangba? Lent a barlangba. It's good to see you. The ancient na, nekem beadtak. De most kell rá menti, én olvastam a sztorit, jó. Jó, csak azt mondtátok, hogy nem indul el, akkor nem tudom mondtam, Adventure-re. Nem, mondta, én megjöttem és olvastam igen. A sztorit. Ebből azt a következtetést mondtam le, hogy rányomtatok. És nem indult el. Úgyhogy ellenállatlan készítést éreztem arra, hogy én is rányomjak. Hát elnézést. Most nem tudtuk nektek, hogy kezeltetek ki a hüvely gombáját a nőgyógyásznál szegény Bell. Azután a durva
Plunder Posti tivornyázás után, mikor egy idegen szőrös ember ágyában ébredt. De legalább elindult az adventure, nézzük a pozitív oldalán. Vannak ránk a kalandok. Itt vannak ilyen papírok, meg minden szarok, de semmi nem történik. Nem ad valamint be, vagy valami? Dihik. Itt olyan ládák vannak, mint a Box of Wonderful Secrets-en. Igen, igen, igen. Hát már aki látta, ugye? Igen, igen, igen. Kiváltságosokra gondolsz? South Minimal Southeast Devil's Thirst. Igen, akik letérdeltek, hogy... kapjanak hogy ezt, legyen. Azt. Igen. Ez előnyök érte. Hova megyünk akkor? Devil's Thirst, South Southeast. De inkább South. Devil's Thirst. Ez jó messze van. Igen. Kész a sőt, Rumpli? Igen. Mesélj, te az mit tudtál meg a kisasszonytól? Semmit! Semmit? Semmit, mert valaki tovább nyomta. De ott kiírt egy csomó mindent, amit én nem olvastam el, mert... Két opció volt, az elsőre kattintottam rá, amikor jöttél és elindított az adventure. Ó, igen. És mi a terv? Tudjuk, hogy hol megyünk, vagy csak így eljöttünk hajókázni? Tudjuk. Egy perce se volt, hogy megkérdeztem. Na. Kérlek, avasd be, mert én máshol voltam. Most már nem. Testben vagy lélekben? Hát, lélekben. Lefele megyünk Southnak, Devil's Thirst-re. Hát jó, de milyen okból kifolyólag? Megkaptál egy papírt, és az van ráírva, hogy oda mennyi paraszt. Ja, jó, oké. Ennyi. Ja, itt lettek utoljára. Jó van. Ez nagyon rejtélyes. És most, míg beállítom a lóvét, mielőtt majd kitalálom, hogy fogalmam sincs, honnan indultunk. Azt mondja... 185... 564-es. Ja, Istenem, már látom, hogy hány napig fog szarakodni megint ezekkel a zokni modokkal. Mire sikerül összerántanom? Na mindegy. Az élet szép. Körülig rendezgetek egy kis storage-t. Ez mindig jó, egy kis storage rendezés az.
Azt szeretik a nézők vagdosni magukat, mielőtt csinálom. Mi van? Amit a rendezés alatt? Olyan hát izgalmas. Igen, miközben ezt... Hát nem. Egy jó kis PvP-zés helyett egy kis sztoris rendezgetés. Így színdiszkozítás, és még ki tudja hány szempont szerint. Szerintem amúgy azt is közvetíthetnéd, hogy hogyan állítgatod az OV-st. Egyébként igen. Az se lenne rossz. Abból lehetne külön műsor. Sziasztok gyerekek, itt vagyunk ma is. Ma is kartingatunk az OBS-en, hogy megnézzük, hogy hogy lehet még jobban elbaszni. Nem, egyébként az OBS az most már működik ezzel az avatáros dologgal, nem kerek valami. Aztán lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy letörlöm az egészet, aztán... Van ennyi. Majd visszarakom, vagy nem tudom. Csak nem most kezd el, léci. Igen. Igen, belső készítést érzek, de... Érezzük, hogy érzed. Nem szeretem, hogyha valami nem működik. Az úgy feszít belülről olyankor. Meg hát nézzek, milyen üres a képernyőnek a jobban, semmi élet. Csak az üres mező. Igen. Aztán egy kis vasat a fedélzetre. Hát itt van egy csomó husika, ami nincsen lesítve, kérem szépen. Megromlik itt a hordóban. Mondta ez Joe, és oda égett az összes csirkét. Még nem. Ezt várt ki. Meg nem csak a csirkét. Nem szoktam egyébként oda égetni mostanában. Én szoktam lenni. Régen volt egy ilyen fétisem nekem, és aztán így ráállt a fülem erre a sercegésre, amit korábban soha nem hallottam, és nem értettem a retet, hogy, mert ő volt az, aki így mindig mondta, hogy mi az, Joe, megsüt már ez a szar. De honnan tudod? Hogy a serceg? Igen, de a kormánytól, érted, a Galleonon, tehát, hogy hagyjuk már. Na mindegy, de ő hallotta, és igen, tényleg az embernek egy idő után így rááll a füle. Ugyanúgy, mint ahogy régen az úszást sem hallottam, hogy valaki úszik a hajó felé. Aztán arra is rááll az embernek a kis füle, szépen. Sütögetek én itt nektek. Ikasz. Húzzak vitorlát? Igen. Szóval minden outposton megállunk, és felvesszük a mercsantos ládákat. Kedves nézőknek mondom, hogyha esetleg
még nem látták az előző két streamet, hogy az a koncepció, hogy körbejárunk legalább 5 outpostot, és kiszedjük ezeket a ládákat. Így tudunk Reaper Flag nélkül hajózni, és majd, hogyha van már elég szaft a hajón, akkor szépen kimegyünk Reaper's Hideoutra, felszavazzuk az 5-ös flaget, és ezekkel a ládákkal, mikor eladjuk őket, van lehetőségünk 5-ösre felhúzni, és akkor így inkognitóban tudunk maradni a szerveren, mert az elmúlt pár hétben olyan szinten elszaporodtak a előfizetők, hogy pay to win-es srácok, hogy teljesen, tehát nem volt élvezet már a játékkal játszani, amikor így 10-ből 8 hajóval valami probléma van, az annyira nem az igazi. Úgyhogy most ezt a játékmódot próbálgatjuk. Múltkor nem volt rossz, hogy 1 millióért adtunk el. Nem volt rossz. Tehát jó pénz. Igen, tehát hogy ilyen szempontból, hogy tényleg jó pénz van benne, tényleg nem basztatnak, nyugis. Tehát, hogy játékmódnak tök jó. Csak nekünk már... Tehát már ez nem az a kategória, amikor így a pénz kell. Mert nem kell. Itt most a streamelés miatt ugye én próbálnám ezt minél izgalmasabbra, érdekesebbre csinálni. Sajnos ez így szűk keresztmetszet ilyen szempontból, mert az tök buli, hogy izé folyamatosan harcolunk, és jönnek a csalók, és akkor izé harcolunk velük, csak hát az a baj, hogy már annyira durva csalások vannak, hogy simán elsüllyedsz. Itt nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy az sem annyira élvezetes, főleg, hogy mert nekünk ugye olyan a játékmódunk, hogy nem az, hogy hoppoljuk a szervert, és akkor minden csata után keresünk egy másikat, hanem szarra szuplizzuk a hajót, és akkor szerverről szerverre megyünk át ugye a toltélen. És azért ez egy idő után ilyen 6-8 órányi szuplit elveszíteni, azért az tud fájni. Hát főleg, ha most nem tart 6-7 óráig, hanem csak fél óráig, még az első csalóban dalla. Igen, még az is. És igen, tehát tényleg azt figyeltük meg, hogy ahogy 5-ös lesz a Reaper Flag, fél órán belül megjelenik az első olyan Dark Adventure-ös good boy-os hajótesttel rendelkező delikvens. Valamiért ez a fétisük, de a Dark Adventure az szerintem 10-ből 9-en voltam. Tehát valamiért erre indulnak be ezek a sráncok. Biztos ezek próbálnak valamit kompenzálni. Ennyi, nem? Elnézést. De hogy igen, tehát hogy fél óra alatt... És egy